Hány éves? 23 éves vagyok. Most október 21-én töltöm a 24 évet. Ennyi. Mondod. Én Moldován Zoltán vagyok, 22 éves vagyok. 4 éve együtt vagyunk. Te mondod, én 22 éves vagyok, érted? Ennyi éve együtt vagyunk. Na, Zoltánval 4 éve együtt vagyunk, Zoltán 24 éves. Hát itt lakunk, itt 6 éve, hogy ebben a házokban lakunk itt. Ez a lakás nekünk. Mert nem akartunk eljönni. Úgy autóval kezdték lerombolni még azt a házat is, hogy költözzünk ki. Erőszak volt ott. Polgármesteren keresztül nyomatták le a házat rá. Hát nagyon nem jó ideben. Hát én 15 éves koromban voltam oda kilakva. Hát van 6 család nekem. Rokonságom, testvérem, néni, ezek van. Hát mi ketten Angellával lakunk a barakban. És anyósom. Hát oda, aki jobb volt nekünk, jobb 10-szerese. Azért szeretnénk innen elköltözni minél hamar. Úgyhogy ide bétettek, mint valakit, mikor elvisznek egy hótocs, betemették valahova azokat, és ott hagyják, nem minket, és ide betettek, és itt maradunk, itt fogunk meghalni, mert nincsen semmi jövedelem, ahova menjünk. Hát ha adnának egy lehetőséget, akkor el lehetne menni, de csak úgy, hogy a mi csapatunk, mert ott is van egy, ott lakik anyósom, a sógorasszonyom, ott idén sógorasszonyom, ott csak testvérünk lakik. Úgy kéne valahogy, hogy mind a... egy családnak egy külön házat adjanak, vagy valóban egy külön területet, hova lehessen ráépíteni. Úgy szeretnénk műjes. Hát én mikor elmegyek közmunkázni reggel 7-től egész 3-ig, akkor onni hazajövök, lesz 4 óra, felfogom a lovat, elmegyek a szeméttelepre, ócskavassé, onni hazajövök, elmegyek kaszálni a lónak, mert étlen nem lehet tartani ötösre, mert német áll. Hát vasazni járunk, és 30 lájt keresünk napjára, de abból nem élünk meg egy héten. Minden nap kell menjünk vasazni azért a 30 lejét. Egyik hónapról a másikra nem jussak ki. És pedig, hogy mi vagyunk, megyünk a szeméttelepre, ott nagyon nem lehet kapni, mert sok cigán van ott. Ezt szeszedik. És még felfogom a lovat, minden felérünk 5 óra, ott el van terve az üdő. Jövünk haza, fekszünk le, étlen szonyunk. Legyen keresetünk, amiből egy kamást átoltsuk. És attól látták be, hogy éljük rendesen, de hogyha nincsen, akkor így és legényesen, és valahogy el kell intézni, hogy legyen. A nyáron még jó, de télen nagyon hideg. És nagyon rossz is ez a barakok, és ma nyáron még menjen, ma nyáron melegek vannak, még elmér a nyáron, de télen nincsen semmi jövedelmünk, hogy télen egyik a más mellé húzódunk, eszebulunk, s reggel fejkálunk, ennyi az egész. Na. Mi szeretnél? Hát szeretem. Hát mit kéne szeressek benne? Hát nem rendes ember, nem verekedős, nem iszi, ennyi. Hát csak egyet kell értsük. Hát, hogyha együtt vagyunk, akkor ugyan egyet kell értsünk. Nem veszekedünk, nem fétsük egyik a mást. Ő se, én se, őt, és ennyi, megértsük egyik a mást. Nem mind a többiek, hogy egyik két napra a félhez, mert sőt hagyják egyik a mást műnök. Megértsük egyik a mást, és ő is szeret engem, és én is. Mit kéne szeretni egyik a mást? Kérdezzel meg azt, hogy mit kéne szeretni egyik a mást. Feláljam meg én nekem. Nem, ugyanegyformán gondolkozunk. Az ő gondja az én gondom, és az én gondom az övéje. Ugyanegyformán gondolkozunk, itt nincsen más választás, hogy jó, ő más felé haragtól, hanem egybe tartunk, itt nincs más választás. Az én beszédem annyi, mint az ő beszédje, és az ő beszédje annyi, mint az enyém. Itt... Na kezdve. Ütem. Először úgy kezdődött, hogy elmentünk a diszkóba, és állítom egy kávéra, és egy hűsítőre, és így összebarátkoztunk.
Így vettem el őtöt feleségnek is. Egyszerűleg bementünk a barakba, és lefeküdtünk. Utána tudja, hogy úgy van, hogy cigányoknál lerész, akkor nem úgy van, mint magyaroknál, hogy járnak, hogy félrejárnak, hogy ne egyik a máshoz járnak, hanem cigányoknál lerész, akkor. És behozott Csárival ide, behozott, így aztán az ágyba is szerettük egyik a mást. Hát mondjuk, nem volt az egész, úgyhogy egyik, én nem is tudtam, mi a jó szeretet Zoltán, mert én nem is akartam szeretni Zoltán. Hát mert szerette. Azért. És úgy összekerültünk. Érted. És azután kérdeztem tőle, szeret, és azt mondta, igen, és így összeállottunk. Bejöttünk, és reggák, és annyi, hogy összeállottunk állom, hogy nincsen esküvet, nagyon szegény életbe vagyunk, nincs úgy lehetsége, mint esküvet lehet. És nagyon szeretem. Erősen, ne tudja szintén. Ha vágyozunk arra a házra, hogy legyen jó, szép házunk, tartsunk rendbe őket, és ne hanyagoljunk el, mert így is el vagyunk hanyagolva még, sőt, hogy el vagyunk hanyagolva, miottától ide beraktak. Mert naponta mennénk dolgozni, és nem várnénk senkire, szeressük a munkát mi, és ebben úgy, mint a többiek. Hát úgy tervezzünk, hogy ha meg lesz a gyerek, akkor egyformán neváljuk, skuráljuk, tisztaságot adjuk, és akkor arra felnőnek, elküldjük iskolába, óvodába, onnan. Ezt csináljuk, úgyhogy nem tartsuk analfabétának, mert hogyha egyszer van lehetőség, elküldjük iskolába. Ha lesz egy gyerek, akkor azután még egy lesz, akkor így. Maxim 4-5, attól függ, hogy melyiknek mennyi gyerek tart közöltük. Mert nincsen annyi lehetőség, hogy elmenjen az ember és elvetásra, hanem meghagyja, hogy legyen családja, rendes családot alapítnak. Ahogy összeállottunk, se az ásósra kapa elválaszt minket, csak a harang se válaszol el minket, mert szeressük egyik kamás. Nagyon szeressük egyik kamás. Na. Csak annyi, hogy innen kéne elmenjünk ebből a szorból. Nincs amit, tehát egy nagyon büdösség van.